Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Imáron negyedszer vendégem Varga János mérnök tanár. Az elmúlt három adásban megismerhettük azt a páratlanul sokszínű tevékenységet, amelyet matematikusként, fizikusként, feltalálóként, pedagógusként megélt. Most viszont egy kicsit bensőségesebb lesz a hangvétel, annál is inkább, mert természetesen egy ilyen embernek gondolhattuk volna, én például most tudtam ugyancsak meg, hogy nagyon sok minden mást is csinál. Gondolok itt elsősorban a versmondásra, a versírásra, a humoreszkekre, viccekre, mondások gyűjteményére. Érdeklődik Kína után, Latin Amerika után, és rengeteg terve van a jövőre nézve. Egy kicsit foglalkozzunk először a versekkel. Sokan azt mondják, hogy a matematikus elme tudja igazán megbecsülni a verset. Ezt Adi mondta annak idején, hogy számára a legjobb barátai közé tartozott számtalan matematikus egyéb iránt, hogy neki a mindenek felettiséget sugározta az a tisztaság, ami egy matematikusból árad, és az a beleérző készség és képesség, amennyire a mélyére tud ásni a versnek. Önnél hogy jött ez a gondolat, honnét jött az indítatás, hogy versekkel foglalkozzék? Hát erre az előadásra készülve én is egy kicsit így visszagondoltam, és először azt hittem, hogy katonakoromból, de aztán rájöttem, hogy igazából nem, hanem gyermekkoromból. Édesanyám nagyon szerette a verseket. Az iskolának volt egy könyvtára, és abból mindig kölcsönzött ki könyveket, többek között verses köteteket, és például Petőfit. De más verseket is. Ő az iskolába is már megszerette a verseket, igaz, csak 6 elemi végzettsége van, de például volt olyan vers, ami 15 perc hosszú volt, ez Gyulai Pálnak volt egy verse, a Pókainé, ez egy gyönyörű történet, aki még ezt nem olvasta, feltétlenül olvassa el. Ezt édesanyám még 89 éves korában is egy hibával el tudta mondani. Tehát így visszagondolva valószínű, hogy innen jöhetett, hogy mi téli estéken olvastunk Petőfi verseket is. És hát a vers szeretet itt ivódott belém, érdekes módon, hogy középiskolában az irodalom tanárom abszolút nem szeretette meg velem az irodalmat, többek között a verseket se. Ha jól visszaemlékszem, talán egyetlen egy verset nem olvasott fel, hogy nem is tudom, hogy mondjuk egy ilyen ember, hogy lehetett irodalom tanár. No, hát és utólag tudtam meg, képzelje el, szerkesztő, hogy a kedvence az Apollinár volt. És utólag nekem is Apollinár lett az egyik kedvence, még így most hirtelen beugrik egy két sor, hogy a Mirabó híd alatt fut a szajna, a szerelmünk emléke, miért zavarma. És az Illés tanár úr, aki a gépariba tanított nekünk irodalmat, valahogy nem vett a bátorságot, vagy nem is tudom milyen indítatásból. De aztán utána a katonakoromban szerettem meg. Hát az egyértelmű, hogy az mindig egy vízválasztó felnőtt kor küszöbén, ha úgy tetszik. És hogy maradt meg a vers szeretet a későbbiekben? Hát a katonakoromban egy politikai tisztnek volt, maga tiszt is nagyon művelt volt egyébként. Irodalmilag nagyon képzett, talán azt hiszem irodalomtanár lehetett felesége, aki a laktanyába szervezett egy ilyen versmondói kört. És hát valahogy abba bekerültem, és ez nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a környező falvakba, Sándor falvára, Kiskundorozsmára jártunk ki, és előadásokat tartottunk. Ez egy jó lehetőség volt arra, hogy kiszabaduljunk a laktanyából. Aztán később és sokat olvastam verseket, de úgy igazából így verset magam úgy sokkal később kezdtem el írni. Ugyanakkor rájöttem, hogy az előbb említette, hogy a matematikusok is, meg általában a természettudósok is. Most például hoztam magammal 2 könyvet, 2 természettudós, 2 magyar természettudós, az egyik a Szentgyörgyi Albert. Kevesen tudják, hogy a Szentgyörgyi nagyon szép ilyen verseket, meg imádságokat írt. Ezzel kapcsolatban elmeséltek egy érdekes történetet. Igen, érdeklődésre hallottam. Én az ENSZ-be tanítottam, és egyik alkalommal, ugye ott az volt a szabály, hogy rotálódik a ballagásnak a szervezése, és hát előbb-utóbb csak rám került a sor, és akkor minden szépen megszerveztem a ballagást, pontos programot kellett, a himnusztól kezdve mindent le kellett írni, hogy milyen sorrendben jönnek a műsorok, és egyet nem írtam be a programba, ezt az igazgatónőnek se mondtam meg.
Mégpedig úgy döntöttem, hogy akkor már ismertem Szent Györgyinek az egyik imáját, amit a gyermekekhez írt, és akkor miután lement a himnusz, akkor volt egy diák, aki konferálta a programot. Akkor én előkészítettem egy papírcetrile egy kis írományt, és odaadtam a kezébe, és azt mondtam, na most először ezt olvasd föl. És akkor gyerek elkezdte olvasni, hogy kedves vendégeink, ballagás ünnepségünk első számaként kérem hallgassák meg Nobel-díjas tudósunk Szent Györgyi Arbát gyermekekhez írott versét. És akkor hát én azt előadtam, elég sikeresen. Hát közben néztem, hogy kiült a döbbenet az igazgatónő arcán, és hát cidriztem is, hogy vajon mi lesz ennek a következménye. De akkor ott tapsot kapott, szerintem a vers, nem is az előadó, hogy utána ez megbocsájtást nyert, ez a bűn. Na most ugye ez még a rendszerváltás előtt volt, tegyük hozzá. Hát valahol ott azon a tájéken. Valahol azon a tájéken, amikor még nagyon kellett figyelni. Igen, és az egésznek a csattanója az volt, hogy a mi iskolánk, az ENSZ Ferenc mezőgazdasági iskola mindig meghívott a neves ENSZ családból valamilyen képviselőt. Ugye hát ENSZ Ferenc után lett elnevezve. Egyébként egy orvos dinasztia volt, nagyon sok orvos, művész volt ebbe a családba, és akkor, amikor én szerveztem a ballagást, az ENSZ Béla bácsi volt ott, a 80 éves lehetett, és amikor vége volt az ünnepségnek, odajött hozzám a Béla bácsi, és azt mondta, hogy letegezett, azt mondja, Jánoskám, azt mondja, gyönyörű volt, az nagyon szép volt, azt mondja, gratulálok. De azt mondja, tudod, hogy én ismertem a Szent Györgyi Albertet? Hát mondom, hogy tetszett ismerni? Azt mondja, úgy, hogy amikor 6 éves voltam, a térdén lovagoltam. Azt mondja, hogy ugyanis a Lenhosék család, ugye a Szent Györgyinek az egyik felmenője, meg a mi családunk, az ENSZ család, mint két ilyen orvos dinasztia, mondhatom, ők összejártak, és akkor hát egyik alkalommal játékosan Szent Györgyi szerette a gyerekeket. Tehát vállalkozó szellem meghozza a csodát mindig, tehát ezt, és ahogy olvasom, és nagy meglepetéssel olvastam egyébként, hogy hát azért tudnunk kellett volna, hogy kik a május elsői narrátorok, kérem szépen. Mert hogy Nagy Judit a Szabad Színház művészeti vezetője, egy nagyszerű ember és remek színművés és nagyszerű csapatot hozott össze, volt a társa ebben. Hát igen, ez is a vers miatt következett be. A Videótomba, amikor dolgoztam, ott is tagja voltam egy ilyen versmondókörnek, és járogattunk ilyen megyei, meg országos versenyekre, és egyszer egy ilyen helyi, városi döntőbe én is beneveztem, akkor nagyon sok ilyen fehérvári személyiség volt ott. Már pártól, szakszervezettől, ugye ez még a régi időben volt, színész is volt, most nem emlékszem pontosan a nevére. És akkor a szakszervezetnek a képviselője kiszúrt engem, hogy ilyen jó bariton hangom van, meg már ők régóta csinálták, hogy a május elsői felvonuláson forgatókönyv alapján a bíróságnak az erkélyéről üdvözölték a felvonuló vállalatokat, azoknak a dolgozóit, és gondolták, hogy most jó lenne egy fiatalítás, és akkor megfűztek engem, hogy vállaljam ezt el, és akkor így kerültem én kapcsolatba a Nagy Judittal, nagyon kellemes párost alkottunk, szerintem profi módon csináltuk, még én tanultam a Judittól, és ő azért ezen a területen kézzeltek volt, úgyhogy több éven keresztül ezt most nem... De a versekhez azért térjünk vissza, hiszen itt érdeklődéssel olvastam, hogy egy fizika tanári ankéton egy Illyes Gyula verset választott, egy mondat a zsarnokságról, egyébként egy rendkívül népszerű vers. Én azt gondolom, hogy a maga korában és örökre, ha úgy tetszik, az egyik példa arra, hogy miként lehet erről hitelesen írni. Ezt idézzük meg. Hát ennek a története az, hogy ez már rendszerváltás után vagyunk, és egyik alkalommal itt Székesfehérváron volt a fizikatanári ankét, aminek a fő mozgató embere a Marsz György professzor volt, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek a fizika professzora, és úgy adódott, hogy pont egy ilyen októberi időszakban volt ez az ankét, és talán még napra is stimmelt a dolog, mert ezeket az ankétokat mindig ilyen szünetekbe tervezik. És akkor
Nekem ez egy ilyen kedvenc versem volt, és akkor oda mentem a Marx professzorhoz, és mondtam neki, hogy mondom, biztos, hogy lesz valami ünnepélyes megnyitó vagy gondolat. Mit szólna hozzá, hogyha ebből az alkalomból elhangzana az I.S. Gyulának ez a versen? Hát nagyon megtetszett, azt mondta, hogy elmered mondani, azt mondja, mondom, veszem a bátorságot, és akkor ezt elmondtam a teljes terjedelemben a verset, és nagyon tetszett neki, megdicsért utána is. Mielőtt folytatnánk, hozott egy verset. Hát a fizikát említette szerkesztő úr. Én magam is utána aztán elkezdtem írogatni. Megmondom őszintén, tehát nem olyan verset, amit hát a irodalmi értékű, hanem inkább olyan apropók adták, hogy mondtam én mondjuk valaki, legelőször még az iskolába írtam, amikor a mezőgazdaságiba jártam, egyik kollégám nyugdíjba ment, és megfigyeltem, hogy egy hosszú 40 éves kitartó tanári munka után valaki el tud menni úgy nyugdíjba, hogy két mondattal elintézik a búcsúztatását, és legfeljebb még legjobb esetben kap egy miniszteri kitüntetést. És nekem volt egy mérnök tanár kollégám, így elég jól ismertem a múltját, meg úgy szimpatikusak is voltunk egymás, és eldöntöttem, hogy na ez nem lesz egy ilyen sima, egyszerű búcsúztató, hogy köszönjük szépen, Csordás tanárról így hívták, áldott emlékű barátom a Csordás Bandi bácsit. És akkor írtam egy verset, a kollégáit kikérdeztem, hát ez inkább ilyen poénos, humoros vers volt, ami úgy összefoglalta az életútját, és akkor utána más munkahelyen, ha valakit mondjuk kirúgtak a vállalattól, akkor vagy valami nevezetes évforduló volt mondjuk a családban, amit mondjuk 30 éves volt a lányom, vagy 30 éves lett a fiam, akkor ezekre az alkalmakra is így kezdtem el írogatni verseket, és akkor rájöttem, hogy fizikát tanítva, hogy például az Archimedes törvényt, az mindenki ismeri ennek a verses nótás formáját, hogy minden vízbe mártott es kis angyalom. És akkor akit kérdeztem, vagy a szüleiktől, vagy máshonnan, ezt tudták. És akkor gondoltam arra, hogy hát ti ilyen könnyen megtanuljátok a fizikát, hát akkor írok én nektek verses fizikát, úgyhogy egy párat elosztam magammal. Na, egyet hadd halljunk. Melyik a... Hát ezek rövidek, úgyhogy... Melyik a kedvenc törvény? A legelső a lejtővel kapcsolatos, ez ilyen két soros vers, azt mondja, hogy mozgatja a lejtő a lustát, a restet, mert gészer színusz alfa gyorsítja a testet. Az autóval, ha megyünk, őszi időszakban meg lehet figyelni, hogy a falevelek, a lehullott falevelek az útesten így... ilyen örvényszerűen követik az autót, ez a Kármán féle törvénynek a következménye, és akkor ez két sorban így hangzik, hogy ahogy azt kimondja a Kármán féle törvény, haladást gátolja test mögött az örvény. Remek. De van egy ilyen Arany János versre igéző kis versem is, azt mondja, hogy gázrészecskék egy zárt térben halának, s folyton ütköznek az edény falának. Bernoulli mondta, hogy ez milyen csodás, nem a gáz súlyából származik a nyomás. Mit mondtak erre a kollégái, illetve a tanítványai? Nagyon kíváncsi vagyok. Hát ez mindenkinek tetszett. Úgyhogy például a lejtőerő törvényét, az meg is tanulták. Hát az két csodás volt, ugye? Vagy a Bernoulli törvényt is. De ami a fontos, hogy ez játékos. Viszont... és kellően tudatos, hiszen a fizikához kapcsolódik, és itt nincs mese, a törvény az törvény. Tehát meg lehet fogalmazni játékosan, és derült ki. De akkor, amikor arra vette rá magát, hogy humoreszkeket írjon, arra lennék igazán kíváncsi, hogy ott honnét jött az indítatás. Hiszen az egy teljesen más elvet képvisel, aki humoreszketet ír komoly dolgokról, vagy kevésbé komoly dolgokról. Hát valahogy szerintem a humor az egy nagyon jó fokmérője a kreativitásnak. Ezt megfigyeltem, hogy a kiváló elmék, most elsősorban nem magamra gondolok természetesen, hanem például mondjuk említsük a Neumann Jánost,
ezeknek mind nagyon jó humorérzékük volt. Még akkor is, hogyha ők maguk nem írtak humort, de rendkívül szerették. Hát Neumann az több ezer viccet tudott fejből. Állítólag Wiesinger Istvántól tudom, a kongresszusi könyvtárban megtalálták, több füzete volt, ami tele volt írva versekkel, és akkor családi körben, vagy amikor barátait meghívta a lakására Princetonba, akkor volt, hogy így versenyeztek egymással, hogy mondott egy viccet a Neumann, és akkor mondta a barátjának, a Fellner Vilmosnak, mondjuk, aki mellesleg pont a Fasori gimnáziumban végzett, ahol ő két évvel alatta, hogy na mondj jobbat. És akkor ez a humorérzék valahogy, ez úgy a kreativitással is nagyon jó párban van. Igen, de írni humoreszket és mondani, hát, az két különböző. Így van. Tehát ön hogy kezdte? Hiszen humoreszkeket, vicceket ír, ha úgy tetszik. Azért az óriási különbség stílusbeli a humoreszk és a vicc között. Így van. Hát először az ilyen kis apró viccekkel kezdtem, vagy ami például előfordult órán valami különleges szituáció, és abból fabrikáltam viccet. Halljunk egyet. Például, hogy vegyük mondjuk a szabadesést. Ugye közismert, hogy a pizai ferdetoronyból az anekdóta szerint a galilei vasgolyókat ejtett ki, és úgy vizsgált a szabadesésnek a törvényét. És akkor fabrikáltam ezt a nem tudom mennyire jó viccemet, hogy fizikatanár megkérdezi a diákokat, hogy na gyerekek, miért ferde Pízába a torony? Erre a okos tanuló azonnal jelentkezik. Tanárról kérem, azért, mert a torony alatt a talaj nem homogén, hanem bizonyos egyik oldalán ritkább, ott a nyomás hatására jobban tömörödik, és akkor nyilván, hogy arrafelé megdől a torony. Közepes tanuló. Hát tanárul szerintem azért, na innen látszott, hogy már valami megmaradt neki az órából, mert amikor Galilei végezte a szabadeséses kísérleteket azokkal a nehéz vasgolyókkal, és amikor kihajolt, túlságosan kihajolt a toronyból, és az elhúzta a tornyot. Igen. És ezért lett felve erre a buta gyerek, aki egész órán oda se figyelt, megkérdezi, miért tanár úr? Ferde. Nagyon jó. Viszont a következő a mondások. A mondások viszont, a mondások gyűjtése egy teljesen más embert kíván. Nyilvánvaló irodalomkedvelőnek kell lenni, illetve a mélységét kutatni a mi történetünknek, mármint az emberiség történetének, mert a mondások tanulsággal járnak mindig. Hogy jutott el eddig, hogy nekiálljon mondásokat gyűjteni? Megmondom őszintén, ez is a tudománytörténeti érdeklődésemmel kapcsolatos. Tehát mivel olyan sok emberről, tehát hírességekről, azért ezek nem akármilyen emberek voltak, olvasgattam, és akkor akár, mit tudom, a Szent Györgyit veszem, vagy a Tellert, hát a Szent Györgyinél meg a rengeteg csodálatos gondolat van, és akkor így megragadtak engem ezek a szép, egyszerű gondolatok, és már akkor úgy elkezdtem gyűjteni egy táblázatba. Ez még mindig megvan nekem, ezt folyamatosan bővítem. Hát ezt évek óta csinálom, vagy inkább talán azt mondom, hogy évtizedek óta. És ezeket úgy nagyjából még rendszerezem is, tehát ugye nem tudom hány száz ilyen mondásom van egy ilyen Word dokumentumban, amit majd tervezek kiadni, és valamilyen csoportosítást fogok hozzá készíteni természetesen, de tehát olyan szép gondolatok vannak, hogy arra gondoltam, hogy biztos, hogy ezt más is szívesen olvasná, vagy megismerkedne vele. Biztos vagyok benne, annál is inkább, hiszen ha a terveit nézzük a jövőre nézve, ugye a matematika, fizika mindent visz, ugye az természetes, és erről majd lesz egy másik beszélgetésünk, amikor ezt bőségesen kibonthatjuk, hogy mi mindenre készül. De hogy a világ első szabadtéri matematika-fizika kiállítása, ez hogy kerül képbe, arra viszont kíváncsi lennék. Hát egy furcsa történet kapcsán a Vasvári Pál utca, itt az antikvárium a belvárosba, ott a szabadtér az útnak a kövezetét az antikvárius egyszer lefestette, hogy ne legyen olyan egyhangú az a kövezet, színes
különböző színűekre lefestett egymás mellett lévő köveket. Na most akkoriban ez úgy elterjedt, azt hiszem Budapestről indult ez a szokás, hogy a járdára elkezdtek festni, a kétfarkú kutyapárt használtak ki ezt különösen, és hát ők is adtak először hírt erről a fehérvári antikváriusról, és akkor én is elmentem abba az utcába, megnéztem, és akkor, hát azért, mikor én ezt először megláttam, bennem egyből a matematikus kezdett el dolgozni, a matematikában van egy ilyen, hogy négyszín sejtés, ami azt jelenti, hogy hogyan lehet egy térképet, hogy hány színnel lehet egy térképet úgy kiszínezni, hogy az egymás mellett lévő országok ne legyenek azonos színűek. És ez a négyszín sejtés a matematikában, ami igazából talán máig sincs megoldva, számítógéppel nagyjából megoldották, de ilyen normál, exakt levezetéset talán, ha jól emlékszem, mai napig sincs, és akkor támad bennem ez az ötlet, hogy hát miért ne lehetne kivinni a matematikát az utcára. És mivel bizonyos területeken nekem vannak olyan eredményeim, vegyük például mondjuk a derékszegű háromszögeket, hogy egyszer láttam egy a Szent István művelődési ház előtt egy nem matematikai kiállítást, valamilyen művészeti kiállítás volt, ahol ilyen nagy tablókra, állványokra és szépen ki voltak téve a festmények, és akkor gondoltam én arra, hogy mi lenne, hogyha közérthető, nem levezetéseket, hanem ilyen új eredményeket kivinnénk az utcára, és akkor ez egyedüli lenne a világon, úgy tudom, még ilyen nem. Érdekes gondolat, annyi szent, mint ahogy a pioszlop felállítása is, ugye ez, ön azt mondja, hogy ez világ elsőséget jelentene. Hát igen, erről nem tudok. Pesten van egy szobor, egy Neumann szobor, aminek a talapzatán van egy pi betű. De az én oszlopom, az ettől egy kicsit különbözne. Megmondom őszintén, ez nekem akkor jutott eszembe, amikor egyszer korrepetáltam egy gyereket, pont az alattom lévő szomszéd domnak a gyerekét, és a törtek kivonását kellett megtanítani, és akkor én feladtam neki egy kivonást, mondta az apja, hogy nem megy neki ez a matematikai művelet. És akkor kivonta, én közben föltettem egy kávét, és akkor kérdeztem, hogy Balázs, mennyi a végeredmény? És akkor mondta, hát én fejbe kiszámoltam, megdicsértem, jó. Akkor nem mondom, föladok egy másikat, de csak így blöffre, hasraütésszerűen. Balázs kiszámolta, az is jó volt. És akkor visszamentem, valami azt sugalta, hogy nézem már meg, hogy csinált. És képzelje, úgy csinálta a két tört kivonását, hogy a egyik számlálóból kivonta a másik számlálót, tört vonal, másik nevezőből kivonta a másik nevezőt. És az a két tört, amit én feladtam, az ilyen hibás módon kivonva is jó eredményt adott. Hát akkor én, mint matematikus, ezen elgondolkodtam, hogy akkor ez egy matematikai probléma, hogy hogyan gyártsunk, vagy állítsunk elő olyan törteket, amelyik ilyen, akkor még úgy neveztem, hogy Balázs-féle kivonással, azóta úgy hívom, hogy speciális kivonással, tehát ilyen úgynevezett rossz módon végrehajtva, és jó eredményt adtak. És akkor eszembe jutott, hogy van két közelítése a pi-nek. Az egyik Archimédésznek a közelítése, ő 22 heteddel közelítette, a másik pedig Ptolemaiosé. Ptolemaiosz az 377 per 120-szal közelítette. És akkor én fogtam, és azt a két törtet kivontam egymásból ezzel a rossz kivonással. És valami megdöbbentő eredményt kaptam. Azt kaptam, hogy 355 per 113. Ugye hát ezt gyorsan le tudjuk ellenőrizni. És akkor elosztottam, és akkor ledöbbentem, hogy a végeredmény 6 tizedes pontosan pi értékét adja. Óriási történet. És akkor ekkor támadt az a gondolatom, hogy valahol a világon, hát nyilván elsősorban Fehérvárra gondoltam, valami közterületen egy ilyen szobrot kellene fölállítani, ami 3,14 méter magas lenne, a kerülete 3,14 méter, a derekánál körbe lenne írva a pi-nek a számjegye, amíg fér, és utána dekorálva lenne olyan ábrákkal, eredményekkel, amelyek mind a pi-vel kapcsolatosak. Érdekes gondolat. Nem tudom, hogy megvalósítható, de hát bizakodjunk, mert hogy azért sok mindenre van példa. Nos, hát az időnk letelt, de még a végezetül szeretném megkérni öntől, hogy itt szeretné beteljesíteni Adi az Értől az óceánik című versének utolsó sorát. Hogyan? Én tudom az utolsó sort.
Hát igen, az én szülőfalum az nagyon közel van az Érfolyóhoz, tőlünk másfél kilométerre van, amelyik hát Adinak a szülőfalujánál is elfolyik, és van egy ilyen szép verse Ady Endrének, hogy az Értől az óceánig. Igen. És hát most nem mondom ezt el, csak úgy elkezdem az első sorát, hogy az Ér nagy álmos furcsa árok, pocsolyás víz, sáskák alakják. Na, és akkor itt jön a vége, hogy írja Ady, hogy akarom, mert világcsodája, hogy valaki az Értől indul el, és befut a szent nagy óceánba. Hát szeretek utazni, és az egyik ilyen vágyam, hogy még mielőtt meghalok, remélem ez a koronavírus járvány életben hagy, optimista vagyok, egész életemben az voltam, valamelyik óceánhoz szeretnék eljutni. Hát nagyobb esélyem van talán az Atlanti óceánhoz, bár van egy-két barátom a Csendes óceánnál is, de azok még nem hívtak meg. Hát bizakodó vagyok, és jó egészséget kívánok, pontosan köszönöm ezért, szépen. És jusson el az óceánig. Én biztos vagyok benne, hogy sikerül. Köszönöm Remélem, szépen. Remélem, a járvány után azonnal kísérletet köszönöm teszek. Szépen. Az lesz kedves, a 70 éves. Kedves nézőink, Varga János mérnöktanár volt a vendégem, immáron negyedszer. Ma a versekről beszéltünk, humorról beszéltünk, álmokról beszéltünk, amelyre természetesen kívánjuk, hogy megvalósuljanak. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.